vannak mérve. Hiába volt mély a tányér, még így is kicsordult belőle az étel. Nem fukarkodtak a Szent György lovagrend tagjai. 300 adag szarvasgulyást főztek helyi rászorulóknak pénteken délelőtt a város garai terén. Kapus is volt a nem mindennapi ebéd. A felállított sörpadok pillanatok alatt teltek meg. Mindenki szeretettel várunk, mindenkinek jut egy pár kedves szó, mindenkinek jut egy tál forró gulyás, mindenkinek jut tea, kis szaloncukor, a katolikus iskola hozott a vendégeinknek mézes kalácsot, tehát tényleg mindenki igyekszik hozzátenni egy picit ahhoz, hogy ez a rendezvénynek mondhatom, de ez a főzés ez tényleg sikeres legyen. A Szent György lovagrend szekszárdi tagjainak ez volt az első nyilvános jótékonysági programjuk, annak ellenére, hogy a közösség létrehozásának egyik fő célja a rászorulók támogatása. A rend pécsi vezetője azt mondja, örül az újszerű kezdeményezésnek. Alapvető hitvallásunkban benne van, és ezért is alakult annak idején a rend, és azóta is erre figyelünk, hogy amikor elesettek támogatásáról van szó, akkor mindig legyünk ott, és igyekezzünk elsőként segíteni rajtuk. Pécsötenek már hosszabb hagyománya van, Szekszárdon most kezdik, és reméljük, hogy itt is ez egy hagyományos karácsony környéki esemény lesz. A garai téren megfőzött szarvaspörkölt néhány óra alatt az utolsó falatig elfogyott.